Idén is támogatjuk, és mostantól kezdve 3 éven keresztül fogjuk ezt a támogatást biztosítani a médiaépítészeti díjterv kategóriájában. Már elég régóta keressük a lehetőséget arra, hogy hogyan tudnánk fiatal tehetségeket támogatni. Ugye azért nagyjából az érzékelhető, hogy a terv kategóriában általában legnagyobb számban diplomatervek fordulnak elő, nyilván előfordulnak pályázati tervek is, de általában a fiatal korosztály, amíg pályakezdők adják be ide a munkáikat. És a köztiben jelentős hagyománya van a fiatalok támogatásának, és a fiatal építészek jelenléte is jelentős. Hogyha a közti több mint 70 éves történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan mester és tanítvány láncolatok alakultak ki, olyan műhelyek alakultak ki a köztünk belül, aminek a hagyományait szeretnénk továbbvinni, és nem titkolt, szeretnénk a köztit érdekessé tenni a fiatal építészek számára. Szerintem nagyon fontos pillanat ez a fiatalkori terv, nagyon fontos egy pályakezdés szempontjából, nagyon szép terveket láttunk. Én kifejezetten ugye a 10 kiemelt tervre fókuszáltam, amik között vannak egészen zseniális megoldások. Én azt szeretem, amikor egy diplomaterv bátor, amikor benne van az a fajta vagányság, ami nem a kipipálása a feladatnak, nem a különböző hétköznapi nehézségek által meghatározott kereteknek a nyüge, akár tanszéki, akár a való életre gondolok, hanem igenis egy ilyen komoly, komplex, valós problémának a felfejtése. Én láttam ilyeneket, láttam olyat, amelyik a egészen elképesztő, extrém körülményeket próbál megfogni, inspirációt nyerni belőle. Láttam olyat, ami egy teljesen más megközelítést mutat, mint ami mondjuk Magyarországon egyelőre most elterjedt. Különlegesek a tervek, nagyon sok terv van, amiben bele tudtam szeretni azonnal. Azt gondolom, hogy ez egy jól összerakott, jól összeválogatott mezőny, mert nagyon, nagyon érdekes módon, ahogy az előbb is említettem, ez a fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó tervek azért elég jelentős számban szerepelnek, talán a legjobb tervek is ilyenek, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos egyébként, hogy építészek, a díjat támogatók és a díjat szponzorálók is ezt a fajta gondolkodást magukénak érezzék. Szerencsés vagyok, mert évek óta van rálátásom elsősorban a műegyetemi diplomatervekre, de az Árkai díj kapcsán a MOME diplomázóira is, és egyébként idén is a MOME díjnyertes diplomázói közül ketten is szerepelnek a médiaépítészeti díj pályázói között. És azt látom, hogy illetve azt látom, amit én gondolok, hogy a nehezedő körülmények, a nehezedő feltételek egyre jobb teljesítményt hoznak ki a hallgatókból, és egy abszolút emelkedő tendenciát, egy egyre komolyabb minőséget látok a diplomatervekben. Azok a környezeti hatások, amiknek a dolgaival egyre inkább kell foglalkozunk, azzal, hogy a fenntarthatóság milyen módon fogja befolyásolni a közel és távoli jövőnket. Ezzel úgy látom, hogy az építész hallgatók nyilván köszönhetően az ilyen irányú egyetemi oktatásnak is egyre inkább foglalkoznak, és ez egyre inkább beépül a tervekbe. Úgy látom, hogy az idei tervek között jó néhány ilyen van. Szerintem a legfontosabb az, hogy ne csak egy épületre koncentráljunk, hogy mindig nézzük meg, hogy mi az a közvetlen környezet, hogyan tud ez összeépülni, összeszerves egészé válni, tud ez lenni egy kis installáció, tud ez lenni egy tájépítészeti megoldás. Mi
nekünk nincs is olyan munkánk, ahol ne lenne fontos ez a fajta megjelenés, az, hogy oda közelítünk, eltávolodunk. Tehát én azt gondolom, hogy ennek épp itt volt az ideje, hogy egy olyan kategória is szülessen, ami egy kicsit tágabb értelemben képes díjazni, és így reflektorfénybe hozni munkákat és tervezőket. Azt gondolom, hogy a komplexitás az a kulcs szó, ami talán itt a díj új díj kategóriában is megjelenik. Mi ebben nagyon hiszünk, hiszen az építészet nincs meg enélkül, a szemlélet nélkül. Az a holisztikus gondolkodás, ami egy építésztől megkívántatik, az az első pillanattól kezdve, amikor a témával találkozik, fontos szerepet kap a munkájában és az életében is.